Most zsirált, rohadt robot. Nem akartam garantálni a... hogy hívják oda. Én gondolom itt mindenkinek a függetlenségét, tehát. Ja, te garantálod? Igen. Igen. Ja, tényleg, látom. Akkor jó. Az amúgy kerül influence-be, csak gondoltam szólok. Thanos, egy kicsit húzd majd a flottádat. Oké. Okay. Igen. A kollégám vagy a Fusion Missile az éri meg jobban. Nem értem az elsőt, hogy micsoda. Fusion Missiles. Az a második. Missiles, vagy Kolligan. Kolligan, azt hittem micsoda. Kolligan. Ja. Én nem tudom, mondtam. Szerintem a... Három felfedező hajom volt, kettőt lehet. Good enough. Az egyik kutatom 15 éves, dekorán kezdte. Ó, köszönöm. De most már mínusz 6-ban vagyok. Ó, egy pillanatra álljátok meg, mert nagyon sok minden történik. Hello! Ki akar meg? Ki van mínuszba? Hát én, de mindjárt megoldom, leszerelek egy kis flottát. Úgyis tele vagyok, így is körbe vagyok véve fanatikus militaristákkal. Kedves robotok, ugye ti nem tudtok átvenni a rendszereimen? Hát, nem tudom. Mert szerintem lezártam magáromat. Jusson ott lesz. Milyen szomorú. Akkor hogy másképp kell átmenjek a rendszeréden. Most kell neki menni Martinnak. Álltam most a sztoritokat? A talakkor rovásról értelmes a lények. Átlag magasságuk 1,68-1,78 méter között, ez pontos info. Vannak szárnyas és szárnyatlan egyedek. Kis bőrszínük a sötét narancsától a vöröstől a zöldig változik. Hosszúkás arcuk és vékony végtagjuk csak keményesek, és a droidok, amit... Mi? És a droidokra, amit épp ok gyártanak. Martin, itt egy stroke-ot kaptál a végén, hogy jutott. Mindenesetre, oké, high mind consciousness, akkor veled eléggé semlegesek vagyunk, nagyon munkás kis rovarkák. Valányás. Jó iság a rókákokkal. Lotranda, ez karma? Mert vagy egy ilyenbe? Én a V Student Republic vagyok. Gépesített lovagrend, Jézusom. Ismerkedünk. Ez. Hogyan ismernek meg, mikor ott vagy a Galaxis túlfelén? Azért ismerős. Mondjuk Martin által. Igen, nem volt. Great power is overwhelming. Oké, okay, lovagok, az biztos. Meg itt a com internet létre tudjuk hozni sarokban. Indítom a játékot, stréberek. Jó kis elképzelés. Elftárs. A Baku szindikátus. Vannak bakuk? Nagyszerű. Nem is tudom, lehet, hogy többet tettem, mint amennyit engedtem, hogy legyenek spawnolva, szóval fogalmasod azt, hogy működik. Na most úgy kommunizálok, hogy közben pluszban vagyok energiával, mondjuk az a 8, szóval, na. Felemelkedünk? És robotokat hogy kell majd építeni? Hogyha megvan a technológia, akkor a surface kijelöld a mezőt, ahol szeretnél robotot, és ott van egy olyan opció a építkezés felett, hogy build pop, és akkor ott tudsz egy robotlapost építeni 100 minerálért. Cool. És jene. Akkor ugye minerálban tudnak jól dolgozni. Másra még nem tudsz. Benne vagy egy ilyen dakarvaj. Holy shit. Na jó. What the fuck, gépesített lovagrend. Karuszkarvaj, ez én vagyok. És dálítjuk meg, mert oké, búlzionok megvannak, sziasztok. Ó, ezek nem lazy menedzserek? Ezen dolgoznom kell majd valamiért, ez nem is tényleg. Lazy menedzsernek kéne lenniük eljött ilyen gonoszak. Lovagok hazája. Technokon, hello. Erasmus program esetleg, Freddy? Oké. Okay. Honnan van ilyen macsok sok energiám? Ez tőled jött? A privát vagyokkal? Ó. Tőlem egyet kapsz a tényleg. Oké, okay, csak azt hittem egy pillanatra, hogy a magánhajók adtak ilyen sokat. Ship designer, miért nem tudom elmenteni a hajót? Mert azt írja ki, hogy cannot manually design ships via auto design is turn on. Az auto generate design az bal lent van, az kapcsol ki a francba. Hát de miért? Vagy mert az miért rossz. A gépesített lovagrend nem nyomorítja meg magát influence-ből azáltal, hogy mindenkit garantál? Csak érdeklődöm, hogy nem rossz ez neked? Ja, befolyásom, plusz 1-es. Ez elég kevés. Plusz 3 alá nem érdemes nagyon menni, hogyha nem muszáj. Hát, nekem plusz 2. Jó, hát az még belefér, csak nem tudom, tehát... Igen, mert neked egyet a védelmi szerződés, viszont az, hogy mindenkit garantálsz, az elég ambiciózus. Nincs meghalakható bolygóid, barátom? Nekem? A lovagoknak. Nem, én nem kolonizáltam, csak azért. Jó van, ahogy gondolod. Gépesített lovagrend, hello, mi ez az Imperium Carnivus, ez Kata? Nem, az Freddy. Karzak. Én vagyok. Karzak. Kata a Karzak. Tök
ki a zászlód. Nézzétek meg Katának szerintem majd a szívikét. Ez bármi lenne. Én csúnya vagyok. 30 éven át. Végül is segítőkész vagyok, szóval mivel így fordultál fel, én persze. Szóval garantálod a függetlenség Redinek? Vagy nem? Képes... Ó, Kristi, garantálod a függetlenség? Na végre nem vagyok mínusz, plusz nullában vagyok. Én már nem tudom, hogy vagy között ő mellette, tehát... Elszabadulnak a mosógépek. De Gyugi, te kedvedén visszavoltam a függetlenség garantálását. Látom csak már, hogy ne, mi az? Garantáld annak, akinek tényleg szüksége van rá, vagy hogyha... Az igazából egy olyan stratégia, hogyha akarod javítani a viszonyodat egy AI-jal, aki nem akar veled szövetkezni, viszont te szeretnéd őt bazaldussá tenni. Yes, meg nem akarod, hogy mások hódítsanak, de szövetséget nem akar veled, szóval az ilyen egy oldalú. Hogyha te ilyen nagy hatalom vagy és megengedheted magadnak, de csak úgy mindenkinek garantálni a függetlenségét elég... Nem tudom. Amúgy ez elég... Amúgy ez elég jó... elosztás volt, hogy az egész játékos bázis az egyik oldalán van a galaxisnak kb. Másik fele meg a másikat, ja. Másik fele meg az AI. Ó, milyen aranyos vagy. Köszönöm. Kata egyedül, aki erősebb nálam. Lassan kialakult a galaxisnak a képe. Többi mindenki van, én egyelő aranyom. Bol oldalban nem látok semmit. Javul a véleményünk egymás birodalmáról, barátok, barátok. Jesus fucking Christ. Friend? Jó. Bónuszok, Lacikám! Bónuszok! Ne bár! Ah, megérkeztettek ti is hozzám. Purék, Pürék. Nem tudom, hogy a két a neved. Jó. Csak tisztel. Ja, Pure, oké, oké. Construction complete. Fantasztikus. Ráfekszik az energiát. Emlékeztek, hogy kettő kolóniám volt? Ha. Most már csak egy, az is fejlődik, azért mert toxikus világ lett a első kolóniámból. És mi, el tudod hagyni, vagy hogy? Mert ki meghalt, ahogy ott voltak. Ja, hoppá. Word of thanks. Roll out. Ja, toxic, igen, a word of thanks. Szövetkezhetnénk, mert az aljas robotok megtámadtak. Hát most már megtámadtam őket, nem tudtuk. Karvaj. Ki aztán megtámadtam a birodalmat. Majd megtámadtál minket a hátból. Úristen, ezt nem tudom az egész játékomat, te! Ki az, aki támadás alatt van? Ki van hátban? Igen. Freddy-t megtámadtam. Freddy, te vagy támadás alatt? Hol van a robot? Fölöttem. Fölötted van, és én nem is találkoztam. Ó, ott van Zero rendszer, oké. Én meg oda küldöm a kutatóhajómat éppen. Most már én is látom a robotokat. Na, akkor mégis van egy nincsen flottám, szóval úgy sem tudnának megvédeni a robotoktól. Azt hittem, hogy AI mint robot, nem pedig AI nem mint AI. Játékos AI. Sajnálom, nem tudok segíteni egyelőre sem. Normál sebesség, mert most már háború van játékosok ja. Között. Ha nem haragszatok érte. Akkor tovább csinálom nem. Semmit. Nem haragszok. Te ki vagy, aki semmit csinál? Hát ez a... Bogárszerű izé, ez a Talk Akur Imperial Nation, ez a rohadt kicsi, alattad. Az, aki most jött rá, hogy kell terjedkedni, nemrég. Igen. Ja, ó, ezt mondhattad volna. Átcsodálkozok a rovarok, azok csak gyűjtögetnek. Szerinted miért kezdtem el kérni tőled energiakreditet, meg ilyenek? De közben legalább barátkozok a Pure-ökkel. Naprendszer, what the fuck? 24 korvettel támadt téged? Aha. Látom őket. Új kontakt. Legalább rám nem lőnek, az is valami. Nem baj, pusztítsa se. Ti ilyen kikkel harcolnak? Kéne. Mondjuk a Kata tényleg roleplay-en, akkor az űrteleneket is lőni, ahol kapja, de az nyilván hátráltatna. Vagy lassítaná. Assza jó fene. Ja, nem. Mehet tovább az idő? Mehet a játék amúgy? Igen, csak én közben háború meg minden. Most te vagy a támadó, nem, hogy már meg kelljen állítanod. Ez olyan a nerfem? Te vagy az agresszor. An alien empire is reaching out to us. Karzok exterminátorok. No, we have no desire for conflict, Karzok. Ah, oké, vele is zárt a terejétbe látok. Ez a Baku, ez AI, nem? Igen. Igen. Levághatom nyugodtan. Én is azt akarom. Főleg, hogy pacifisták is. Special project complete. Ó, csíki. Na bocsánat, meg kell állítanom, mert új vezetőm van, aki nem az eddigi volt. Warlike, champion of the people. Na,
roleplay, szóval, hogyha szarul nézel ki, akkor kapsz katonai támogatást, Freddy. Mert hogy warlike vezetőm van. Ja, várjál, az meg hadat kell üzenni, akkor nem tudok segíteni, mert hadat, nem tudok hadat üzenni senkinek. Háromszoros szerintem lehet, hogy icipici inkább akkor így módosítám, icipici túlerőben vannak. Ráadásul ez az egy géniuszom, csík meg, aki most úgy döntött, hogy... Hát akkor defenzívben játsz.